Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ő a te lelki társad. Mielőtt bepillantanánk ebbe a jóslásba, és mielőtt megnézzük a kártyák jelentését, szeretnék valamit közölni veletek. Hamarosan, illetve ez eltart még egy ideig, Valentin nap lesz, február 14-én. Mint mindig, minden évben van nálam egy akciós jóslás erre a napra a szerelmi élet területén. Ez egy szerelmi kirakás, hasonló, mint itt most ennél a jóslásnál, és ehhez jön az asztrológia, az indiai asztrológia szerint, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját. Mind ezt megkapjátok fele áron, 9000 forint helyett 4500 forintért. És ez a Valentin napi jóslás megrendelhető e-mailen keresztül. És most megnézzük itt a kártyákat. Ez a kép utal az ő jelenlegi helyzetére. Itt a 10-es szám azt jelenti, hogy ő tervez egy új kezdetet. De ez a kezdet számára nagyon-nagyon nehéz, hiszen itt sok mindent cipel magával. Ezt el kellene engednie. Ezek lehetnek negatív gondolatok, mint például ez úgy sem sikerül számomra. Ezek lehetnek negatív érzelmek, félelmek vagy bizonytalanságok. Lehetnek kapcsolatok is, ami nyomasztja őt. Vagy egy tárgy, amire nincs szüksége már, ezt el kellene távolítani. Vagy egy bizonyos hely, ahol nem érzi jól magát. Vagy az is lehet, hogy sok a munkája, és fáradt, kimerül. Neki most valamin változtatnia kellene, hogy minden könnyebben előre haladjon. De itt a ház a háttérben jelenti azt, hogy vannak komoly céljai, amit szeretne elérni, kiépíteni. Milyen külső befolyások hatnak rá? Erre utal itt ez a kártya. Itt a 2-es szám jelent téged is, őt tervez valamit, a kezében van a glóbusz, az jelentett külföldi kapcsolatokat, ez lehet internet kapcsolat is, tekint egy új irányba, valamit ki akar itt építeni, vagy tervez egy utazást, és mi a külső hatás? Valaki figyeli őt a háttérben, amit ő észre sem vesz. Ez a személy itt lehet egy férfi, de lehet egy nő is. Valaki kíváncsi a környezetében, hogy mit tervez, hogyan alakulnak nála a dolgok. És most megtekintjük a te jelenlegi helyzetedet. Te itt haladsz ezen az arany úton, és ez a középút minden jóra fordul nálad. És ez az arany érem jelentheti az anyagiakat, a munkádat, a hivatásodat, de a belső értékeket is. Hogy ez a szerelem értékes számodra, vagy ez a férfi értékes számodra. De légy a saját értékeidnek tudatában is. De ahogy látom, itt jól alakul minden nálad, hiszen ott vagy az arany középúton. Ki vagy mi befolyásol téged, a külső hatások? Itt látható, hogy valami fogva tart téged. Ez a felhő körülötted utal a félelmekre, a bizonytalanságokra. Ez nem a te jelenlegi helyzeted,
hanem valaki megpróbál téged ebbe a helyzetbe hozni, ami félelmeket vált ki nálad, vagy korlátozásokat. Ez lehet a gazdasági vagy a politikai helyzet is, vagy valaki a környezetedben, a családban, vagy a munkahelyen, de azért védd magadat. Tekints befele, meditálj valami fölött, mit szeretnél elérni, hogy tudnál kilépni ebből a kapcsolatból, vagy ebből a helyzetből, és ott vannak a kardok, vegyél egyet a kezedbe. Vágd el a félelmeidet ezzel a karddal. És most visszatérünk az ő kártyáira, és megnézzük azt, hogy mi a gondolata, vagy mit tervez a közeljövőben. Itt ez a torony azt jelenti, hogy vannak nála hivatalos ügyek, vagy egy bírósági ügy. De jelenti azt is, hogy nála most minden úgy összeomlik. De ez fontos, hogy ezen áttegye magát, hiszen ezután lesz egy új kezdet, amire itt ez a 10-es szám utal, amikor egy új ciklus, egy új periódus kezdődik nála. Ez a kártya utal az érzelmeire. Mint mondtam, kettőtök között van egy lelki kapcsolat, és itt a hold energiájánál ez érezhető, hiszen itt mély érzelmekről van szó. Megjelensz az álmaiban, a vágyaiban, sőt az is lehet, hogy érzi az energiádat, van egy ilyen telepátikus kapcsolat kettőtök között, sőt, arra is utalhat ez a kártya, hogy ti ismeritek egymást a korábbi életetekből, és itt megvan ez a lelki kapcsolat, ez a vonzalom. Mit tudsz annak érdekébe tenni, hogy javuljon a helyzet? Itt egy kardról van szó, tehát itt ezek közül, a kardok közül vegyél egyet a kezedben. És akkor itt látható ez a könnyűség, ez a mozgás, azon kívül érezhető itt a kommunikáció, hiszen a kard az a levegő elemét jelenti, és az utal a beszélgetésekre, és ebben a helyzetben látható, hogy te nagyon diplomatikusan beszélsz vele. Átgondolod azt, hogy mit, hogyan közölj. A következő kártya utal a jövőre. Itt újra megjelenik a 10-es szám, ami azt jelenti, itt lesz egy új kezdet, kezdődik egy új élet szakasz, és a kelyhek utalnak az érzelmekre, és ahogy a képen látható, itt a család, egy család alapítása, egy tartós párkapcsolat alakul ki kettőtök között. Itt középen van még egy kártya, és utal arra, hogy mi köt össze benneteket. Itt látható a csillagkép, ami szerencsét hoz. Azon kívül jelenti a sors utakat, mert akkor minden úgy alakul, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. És ha kéritek tőlem a Valentin napi jóslást, akkor megnézzük pontosan azt, hogy mi áll a csillagokban, mi köt össze tényleg benneteket. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!